Hetek óta zárva vannak a bíróságok, március közepe óta ezekbe az intézményekbe nem léphetnek be civilek, a folyamatban levő ügyek feldolgozása viszont nem állt le, a bírók és a bírósági alkalmazottak folyamatosan dolgoznak. A bírósági eljárások kezdeményezése mindenki számára nyitva áll, továbbra is online, elektronikus úton, amennyiben ez nem lehetséges, papír alapon lehet kezdeményezni minden bíróságon és minden ügyszakban az eljárásokat. Speciális rendelkezés ehhez, hogy az ügyfelek rendelkezzenek ügyfélkapuval, cégkapuval, vagy úgynevezett hivatali kapuval. Ehhez a regisztrációt a www.magyarország.hu internetes oldalon tudják elérni. Amennyiben rendelkeznek már ezzel a bizonyos ügyfélkapu regisztrációval, úgy a bíróságokhoz lehet fordulni. Itt bővebb információkat a bíróság.hu internetes oldalon találhatnak meg az ügyfelek, ahol elektronikus nyomtatványaink találhatók, illetve papíralapú nyomtatványok is megtalálhatók. Ezekkel lehet az eljárásokat elkezdeni, illetve tovább folytatni. A veszélyhelyzetre való tekintettel most a bíróságokon minden ügyszakban különleges intézkedések szerint zajlik a munka, így a tárgyalások is. Ügyszakonkénti bontásban ezek a következők. Polgári ügyszakban a keresett levelet, a keresetet tartalmazó iratot, a viszont keresetet, illetve a beszámítási kifogást az ügyvéd nélkül eljáró felek kizárólag írásban tehetik meg, azonban újdonság, hogy nem szükséges már ezeket az elektronikus nyomtatványokat használni, hanem az ügyvéd nélkül eljáró felek kérelmeiket írásban leírják nyomtatvány kitöltése nélkül, és ezeket vagy postai úton, vagy pedig a bíróságok előtt elhelyezett gyűjtőládába bedobva eljuttathatják a bírósághoz, így megindíthatják az ügyeiket, illetve a folyamatban lévő ügyekben kommunikálhatnak a bírósággal. A polgári peres eljárásokban tárgyalást lehet tartani, de ezeket kizárólag olyan elektronikai eszközzel lehet megtartani, amely alkalmas arra, hogy a bíróság beazonosítsa a feleket, illetve kép- és hangfelvételt készítsen róluk. Itt fontos kiemelni, hogy a kormányrendelet újítást tartalmaz, most már nem csak a zárt rendszerű távmeghallgatással lehet tárgyalásokat tartani, hanem bármilyen olyan elektronikus eszközzel, amiben láthatjuk, illetve hallhatjuk a feleket, értek ez alatt elektronikus kapcsolatot, Skype kapcsolatot, Messenger kapcsolatot, illetve számos lehetősége lesz majd a bíróságnak, hogy kommunikáljanak az ügyfelekkel. Amennyiben nem folytatható le így a tárgyalás, úgy ezekben az esetekben ez a határidő, a veszélyhelyzet ideje alatt a határidőkben nem számít bele. Ebben az esetben a bíróság erről egy végzést hoz, hogy nem tudta ilyen módon megtartani az eljárási cselekményt, és tájékoztatja a feleket a jogkövetkezményekről. Vagyis nem érdemes kihasználni, hogy nem lehet személyesen megjelenni a bíróságokon. Ehelyett annak, aki eredményesen akar lezárni egy ügyet, fontos, hogy elérhető legyen akár okostelefonon keresztül is. A változások a gazdasági és a közigazgatási bírósági ügyeket is érintik, és természetesen a büntető ügyekre is rendkívüli szabályok vonatkoznak. Gazdasági ügyszakban, cégeljárásokban, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban továbbra is működik a bíróság, azonban kizárólag írásban kommunikálnak, elektronikus online módon történik itt a beadványok beadása, illetve az azokra történő válaszadás. Közigazgatási ügyszakban a közigazgatási bíróságok kizárólag tárgyaláson kívül járhatnak el. Végül a büntető ügyszakban is jelentős változásokat hozott a kormányrendelet. A legelső és legfontosabb változás talán az, hogy a 65. életévüket betöltött embereket külön kérelem nélkül is különleges bánásmódot igénylő személyeknek kell tekinteni, és a büntetőeljárási törvényben felsorolt speciális szabályokat kell velük szemben alkalmazni. A második nagyon fontos változás, hogy a büntető eljárások is tovább folynak a bíróságok előtt. Amennyiben lehetőség van a büntetőeljárások folytatására, úgy azt elsősorban tárgyaláson kívül végzi el a bíróság. Amennyiben viszont olyan eljárási cselekményt kell foganatosítani, amely személyes jelenlétet igényel, úgy a bíróság a személyes jelenlétet igénylő eljárási cselekményeket megpróbálja elektronikus úton lefolytatni, tehát elsősorban a távmeghallgatással, másodszorban pedig bármilyen olyan elektronikus kommunikáció útján, ahol a kép- és hangfelvétel biztosítható, és a felek beazonosíthatók, illetve követhető az eljárási esemény.
A bírósági idézések és az értesítések szabályai is megváltoztak. Amennyiben lehetőség van rá is ismert, akkor elektronikus úton, e-mail útján történnek az idézések, illetve telefonon vagy egyéb olyan telekommunikációs eszközzel, amelyel elérhető a cél és az érintett megtudja, mikor lesz az eljárási cselekmény és milyen úton, módon kell azt foganatosítani. Újdonság az is, hogy azóta, hogy a parlament elfogadta a felhatalmazási törvényt, a karantén szabályok megsértésére vonatkozó büntetési tételek is módosultak. A hatályba lépett felhatalmazási törvény lehetőséget ad arra, hogy ne csak pénzbírságot vagy legfeljebb 90 napos elzárást kaphassanak azok, akik karantén ideje alatt hagyják el az otthonaikat. Most már akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, aki a járvány idején a járványügyi elkülönítés szabályait megszegi. A börtönbüntetések kiszabásáról továbbra is a bíróságoknak kell dönteniük, ilyenekre eddig még nem volt példa az országban, viszont már a rendőrség saját hatáskörben is büntethet, tárgyalás nélkül, ők pénzbírságot szabhatnak ki a helyszínen. Ha a tettenérés a rendőrség eljárásában történik, akkor a rendőrség jogosult eljárni, és jogosult akár feljelentést tenni, vagy bírságot kiszabni, ez a bírság akár 500 000 forintig is terjedhet. A bíróságokat érintő változások a veszélyhelyzet visszavonásáig lesznek érvényben.